Zajlanak a városban a felújítási munkálatok, beköszöntött a jó idő, itt van velünk Dobos László polgármester úr. Mi látható a háttérben most éppen, mit csinálnak a munkások? Szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Valóban itt a jó idő, és ezzel együtt megkezdődhettek azok a útkarbantartási munkálatok, amire már nagyon vágytunk, mind gyalogosak, mind gépjárművel vagy kerékpárral közlekedők, hiszen mindenki láthatta, hogy a tél elég sok kárt okozott a úthálózatban. Természetesen ezeket megpróbáljuk kijavítani. Az biztos, hogy minden kátyúra nem jut pénz, de a nagy többsége biztos, hogy ki lesz javítva. 8 millió forint áll rendelkezésünkre ez ügyben. Hát ahogy a háttérben, háta mögött is látható, dolgoznak gőzerővel az emberek, azokat a kátyúkat, úthibákat javítják ki, amit a műszaki iroda meghatározott számukra. Van bőven belőle, úgyhogy van tennivaló. De remélem, hogy sikerrel járnak, és biztos vagyok abban, hogy az autósok és minden más, akár gyalogosan közlekedők is ezt jó néven veszik. Szoktak-e kapni ez ügyben lakossági bejelentéseket, vagy van egy külön bizottság, aki járja a város utcáit és feltérképezi a feladatokat? Ez is, természetesen szoktunk kapni. Hozzá nagyon sok problémával jönnek be az emberek a legkülönbözőbbekkel, és ezek között bizony az útkártyukat is megemlítik, de akár telefonon, akár levélben is értesítenek erről, de hivatalosan a műszaki irodának a munkatársai mérik fel mindenkor azt a útkátyú mennyiséget, amire a pénzügyi keretünk kijavítására lehetőséget biztosít. Hogy látja, polgármester úr, mennyire van szükség ezekre a munkálatokra, tehát mennyire rosszak úgymond karcag útjai? Hát szerintem egy csöppel sem rosszabbak, mint az ország bármelyik településén. Átlagosan romlanak ezek az utak is. Azt is érezni lehet, meg észre lehet venni, hogy tulajdonképpen a kisebb utakon is egyre nagyobb a gépjármű forgalom, és ez bizony komoly tehertétel azoknak az utaknak. De én sok helyen járok országban, világban, és nem tapasztalom mérhetetlenül jobb minőségi utakat, sőt mondhatnám, hogy a karcag még a jobb úthálózattal rendelkező települések közé tartozik. Ezzel együtt természetesen a hibákat mindenképpen szeretnénk orvosolni, kijavítani. Hogyan látja, polgármester úr, mikorra végződhetnek be ezek a munkafolyamatok? Én úgy gondolom, hogy ez nagyon rövid, egy-két héten belül befejeződik. Nagyban függ természetesen attól is, hogy milyen az időjárás, mert ezt csak jó időben lehet végezni. Ha hideg van, ha eső van, akkor nem érdemes ezzel a útkátyúzással foglalkozni, mert egyszerűen nem köt meg az anyag. Köszönöm az interjút. Köszönöm a lehetőséget.